Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Nagybőjt első hetének péntekje van, ez a Szentmisét erről a nagybőjti köznapról imádkozom, és elhunyt Olga édesanyjáért ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Híveidnek, hogy méltó módon készüljünk húsvét ünnepére, engedd, hogy a magunkra vállalt nagybőti önmegtagadás mindnyájunk lelki javára váljék, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg. Nem emlékezem többé elkövetett gonoszságaira, és az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog. Talán örömöm telik a bűnös halálában, mondja az Úr, az Isten, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen. Ha viszont az igaz elfordul igazságától és bűnt követel, utánozza azokat az iszonyatos tetteket, amelyeket a bűnös végbe visz, vajon élni fog? Nem emlékezem többé az igazságra, amelyet tettekre váltott, hanem hűtlensége és vétkei miatt, amelyeket elkövetett, meg kell halnia. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza! Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor ezért hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanácsi ítéletére, aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron fölajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj elő, békülj ki testvéreddel, csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Hogyan is leszünk mi igazak, és hogyan igazulunk meg? Talán érdemes egy picit ezen elgondolkozni, amikor az evangéliumnak a mai soraira vetjük a szemünket. Kedves testvérek, egy nagyon egyszerű dolog mindenképpen desztillálódik a számunkra. Ugye nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy érezzük, hogy valami nem stimmel az életünkben mások felé, és erre nagyon gyakran ugye az a magatartásunk, hogy én ezt megbeszélem majd az Isten, ez nagyon is helyes, és bocsánatot kérek Istentől, ez is nagyon helyes, és ugye el szoktuk volt mondani, hogy legelőször Istentől kell bocsánatot kérni, alig, hanem ez is helyes. De testvérek, akit megbántottam, vagy akivel rosszba vagyok, hát tőle is bocsánatot kell kérni, ezt vele is meg kell beszélni. Mert ugye egy olyan fajta leosztásban, hogy én majd az Istentől bocsánatot kérek úgy, ahogy szeretném, ez nagyon szép, meg nagyon derék, de ugye amikor a másiknak a szemébe kell nézni, hát azért az úgy az nem olyan egyszerű. Tehát, hogyha valakit megbántottam, vagy hogyha valakivel problémám van, akkor azt vele kell tisztázni. Kedves testvérek, érdemes mindannak, tehát az elhangzottaknak a fényében egy kicsit ránéznünk arra, hogy mi minden is kell ahhoz, hogy békességben tudjunk lenni egymással, vagy kibéküljünk egymással. Nyilván nagyon sok minden, talán az egyik legfontosabb, amit szabad elővenni, ugye ez a lelkiismeretnek a kérdés, az érzékeny lelkiismeretnek a kérdése. Tehát egy olyan lelkiismeretnek a kérdése, amely valóban cizellált és fogékony arra, hogy észrevegye azokat a problémákat, amiben én benne vagyok. Tehát, hogy rálássak ezekre a dolgokra. Testvérek, akkor, amikor, tehát két dolgot talán szabad ide venni. Az egyik az, hogy amikor haragban vagyok mások felé, ilyen-olyan dühöm van feléjük, azért az szabad egy intőjelnek lenni. Hogy ott valami nem stimmel, és olyan nagyszerűen alá tudjuk dúcolni ezeket a haragjainkat, amúgy is tökéletesek vagyunk, meg tökéletes vagyok, és nekem jogom van haragudni, mert hogy én meg vagyok bántva, vagy valamilyen módon alá vagyok aknázva. Testvérek, ez mindig jel a haragvás. És ezen mindig szabad egy kicsit elgondolkodni. Talán éppen úgy, hogy egy picit beleképzeljük magunkat a másiknak a helyébe. Ugye ez a sokat emlegetett és csodálatos empátia. Tehát, hogy vajon ő mit érezhet, vagy vajon tehát ő hogy látja a mi kapcsolatunkat, vagy hogy látja a világot. Mert nagyon sokszor ugye az van, hogy kicsit ilyen vulgárisan kifejezve, hogy igazából nem is egy közvetlen problémám van vele kapcsolatban, hanem a magatartása, ahogyan viselkedik, az nekem szemet szúr,
problémát okoz nekem. Igazából nincs is közöttünk semmiféle diszharmónia, úgymond, vagy láthatóan, de engem idegesít az, ahogyan viselkedik. Nekem ez problémát okoz. Miért csinálja ezt? Miért nem csinálja máshogy? Testvérek, ilyenkor nagyon el kell gondolkozni magunkon. Lehetséges, nyilván lehetséges, hogy annak a másik embernek is vannak problémái a világgal, meg saját magával, adott esetben velem, de hogy miért lehet ez? Tehát, hogy szabad egy kicsit empatikusan hozzáállnunk másokhoz. És talán még egy dolgot. Testvérek, szabad nem elfelejtenünk azt, hogy ez ugye olyan mély kijelentés, és olyan mély gondolat, és olyan mély kijelentés, hogy igazából magyarázni sem nagyon lehet, vagy nagyon egyszerűen lehet magyarázni, de tudomásul kell vennünk, hogy testvérek, adósok vagyunk. Tehát, hogy mi valamennyien adósok vagyunk. És hogy az adósságainkat, azokat nem mi fizettük meg, hanem Jézus Krisztus a keresztfán. Természetesen az adósságainkhoz, vagy annak a lefizetéséhez, vagy megfizetéséhez sokban hozzá kell járulnunk. Ugye a penitencia mondjuk a gyóntatószékben az szintén valamilyen módon erről szól, de hogy végső soron az adósságot, az nem mi fizetjük meg magunkért, hanem Jézus Krisztus a keresztfán. Amen. Kérjük testvéreim az irgalmas Isten megbocsátó kegyelmét a magunk és az egész emberiség számára. Kérjük Urunkat, hogy egyháza mindig és mindenütt a megbocsátást és a szeretetet hirdesse. Kérjük Urunkat, hogy a világ békét akaró népei megteremthessék azt minden nemzet számára. Kérjük Urunkat, hogy testvéreinkkel való kapcsolatunkat a hegyi beszéd új törvénye szerint alakíthassuk. Kérjük Urunkat, hogy áldozat bemutatása hozza meg mindannyiunk számára a szívbéli kiengesztelődést. Kérjük Urunkat, hogy ne tekintse elhunyt testvéreink bűneit, hanem bánjon velük nagy irgalmassága szerint. Úrunk, adj egyházadnak, rendünknek szent szerzetesség papi hivatásokat. Benned remélünk, Urunk, lelkünk úgy vár rád, mint az éji őr a viradatra, mert tudjuk, hogy megváltasz bennünket minden bűnünktől, Krisztus, a mi Úrunk által.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd kegyesen az áldozatot, amely által kiengesztelődni akartál, hogy nagy jóságodból visszanyerjük az üdvösséget Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! És a lelkedet! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy a rendezetlen vágyaktól szabaddá váljanak, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyh az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tettük életessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor, Kornélis, Balázs segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Olga szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa jő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesetek. Bérünk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése, amelyik a szentáltozásban. Lelkünk közösségére.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen útjáról és éljem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk a szentségi lakomában való részesedés, újítson meg minket, tisztítson meg mindentől, ami régi, és tegyen a mennyek országának boldog örökösévé, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves esvérek, aki a gyónás szándékával érkezett a szentmisre, kérem, hogy keressen meg a szentmise után a sekrestjébe. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen való. Imádkozzunk a Pálosent szándékár, édes magyar hazánkért, szerzetes hivatásokért, a világ békéért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk, Istennek, szent anyja, könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Thank you.